Ebben az évben július 29-e és augusztus 2-a között zajlott a bodorkani mesepont tábora, ahol a hangsúly ismételten a jókedven, valamint a közösen megélt élményeken volt. A program népszerűségét mutatja, hogy városunkon kívül az ország számos pontjáról, de még külföldről is érkeztek gyerekek az idén jubiláló népmesetáborba. Ez most a 10. táborunk, de ez nem azt jelenti, hogy a Bodorka népmese pont 10 éves, hanem azt jelenti, hogy régebben 2 táborunk volt nyaranta, most a tavalyi és az idei évben pedig 1-1, de ez nem jelenti azt, hogy nem lett volna annyira jó. Idén milyen témaköré épül a tábor? Általában minden évben igyekszünk Szűcs Sándor mesét választani, és ez most is így van. Most a 3 testvér és a fekete kutya című mesét választottuk. A gyerekek többnyire nagyon szeretik azokat a meséket, amikben állatok szerepelnek. Ebben a mesében ugye van egy fekete kutya, és vannak lovak, amik aztán lányokká változnak át. Ez egy varázsmese, egy tündérmese, tehát mindenképpen közel áll a gyerekekhez. Milyen programok épülnek a népmese köré? Többnyire igyekeztünk úgy felépíteni a programokat, hogy kapcsolódjon valamilyen módon a meséhez, de természetesen azért van, ami nem feltétlenül kapcsolódik hozzá. Ami viszont nagyon jól kiegészítette a mesét, természetesen az alkotófoglalkozások, illetve csütörtökön volt a kirándulós napunk, a vadviráglovastanyán voltunk, ahol kutyából is, lóból is volt bőven, úgyhogy így elmélyítettük az élményünket ezzel kapcsolatosan. Mindjárt megkérdezzük a gyerekeket, hogy ők hogyan érzik itt magukat, de ti mit láttok, milyenek a tapasztalatok ezen a téren? Én személy szerint azt érzem, hogy úgy fel kell kötni az alsó neműt annak, aki mostanában tábort szervez, mert a gyerekek rendkívül érdeklődőek, nagyon-nagyon sok mindent szeretnének csinálni, nagyon sok mindent azonnal szeretnének megcsinálni, és bár 17-en vannak, de vagyunk rájuk felnőttek 4-5-en változó, és kell is ennyi felnőtt. A felnőtt segítségeink, ők önkéntesek, és ez nagyon-nagyon fontos, mert máshogy nem is tudna működni ez a tábor. Nagyon sok tábor elérhető itt Berettyóújfaluban. Ez a népmese tábor mit tud adni a gyerekeknek? Nyilván a neve is mutatja, hogy itt népmesékkel, illetve általában egy népmesével foglalkozunk, ezt járjuk körbe. Olyan kis foglalkozásaink is szoktak lenni, amivel a mesének a mélyebb mondani valója is egy kicsit terítékre kerül a gyerekek számára. Ennek a mesének egyrészt az az egyik mondani valója, nyilván sok rétege van, amit mi most itt kiemeltünk, hogy akkor is kell segíteni a másiknak, ha mi sem vagyunk annyira jó helyzetben, és úgy tűnik, hogy nem tudunk segíteni. Valójában sokszor a legapróbb dolog is segítséget tud jelenteni. Ezek olyan erkölcsi tanítások, mondjuk így, amikre a gyerekeknek nagyon nagy szükségük van, és ezeket a népmesék nagyon jól hozzák, és ezen keresztül meg tudják tanulni. Érzem magam, és igazából a kézműveskedéstől a mesehallgatásig, játékok, mindenfélét, és mindenkinek nagyon ajánlom ezt a kis tábort, mert amúgy nagyon jó, és mindenfélét csinálunk tényleg. A kézműveskedés mit akar, mi mindent készítettetek? Kis felakasztató lovacskát, ilyen kis játéklovat, amit lehet, hogy még a kisebbek játszanak vele, díszek, játékok legtöbbször. A bodorkán kívül merre jártatok még külsős programokon? Kirendülni voltunk, lovagolni Orsi lófarmján, és a Bihari sík táj bemutató épületében voltunk még, ahol sok érdekes dolgot megtanultunk, illetve ugye a játszótérre szoktunk kimenni. Nagyon jól éreztem itt magam. Hát, sok jó dolgot csináltunk. Csináltunk ilyen nagy lovat, csináltunk kicsi lovat, meg én még éppen ezt is csináltam.
a népmese, amit a héten úgymond feldolgoztok, mennyire tetszik neked, illetve milyen tanulságokkal szolgál ez a történet? Nekem ez nagyon tetszett, lefőképp a ló és a kutya ebből a meséből a lényege, és a tanulság ebből az, hogy azokon is segíts, akik veled csúnyán viselkedtek, úgymond. Hanyadik alkalommal jársz a Bodorka táborába, és miért szerettél volna eljönni ide? Most jövök elsőnek. És hát azért is jöttem ide, mert mókás a tábor. Minden tábor mókás. Szerintem vagy harmadik, második alkalommal biztos, mert nem számoltam, nagyon sokszor jöttem már, és azért szerettem volna megint eljönni ide, mert nagyon jó, és én mindig itt nagyon jól érzem magamat. Az élményekben gazdag tábor utolsó napján a gyerkőcök a Ki mit tud keretében mutatták meg tehetségüket, majd a Bodorka vásárban mindenki elköltötte az egész héten át gyűjtögetett tallérjait, így vásárfiával és alkotásokkal megrakodva tért haza a lelkes kis csapat.